Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF egy közelmúltban közzétett jelentése szerint nincs kielégítő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a pornográfiának kitett gyermekek kárt szenvednének emiatt, sőt ez egyenesen emberi jogaik közé tartozik. Ez lesz a mostani témánk. Vendégünk pedig Frivalszky Edit, az Emberi Méltóság Központ igazgatója. Itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mennyire tartja meglepőnek az ENSZ-nek ezt a tanulmányát? Hát sajnos meglepőnek nem tartom. Tehát azt látjuk, hogy az ENSZ-nek picit azért tisztázzuk, hogy ugye itt az ENSZ gyermekalapjáról van szó, tehát nem magáról az országokról, akik összetömörülnek azért, hogy a világban megoldják a világ nagy problémáit, hanem azokról a szakosított szervekről, amik az ENSZ-hez kapcsolódóan próbálnak iránymutatásokat adni. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az arab országok meg az afrikaiak fölálltak, és azt mondták, hogy már pedig pornót kell adni a gyerekeknek, hogy egészségesen fejlődjenek, nem. Hanem arról van szó, hogy igen, sűrűn beágyazódott már egy-egy olyan ideológiailag motivált csoportosulás ezekbe a szakosított szervekbe, akik például ez a konkrét példa, a gyermekek szexualizálását célzó oktatási programokat próbálják előmozdítani. Ennek csak egy része volt az a mesekönyv, ami Magyarországon is megjelent, de hogy a gyerekek minél többet tanuljanak ezekről a szexuális dolgokról. És ebbe a képbe alapvetően beleillik az, hogy az UNICEF, amelyik az egyik éllovasa ezeknek az irányoknak, nem tartja meglepőnek, vagy abból indul ki, hogy gyakorlatilag a gyerekeknek nem baj, hogyha pornót adnak, mert hogy nem bizonyított az, hogy káros. Most ezzel is lehet vitatkozni, de ha nem bizonyított, akkor meg ne is adjanak semmit, mert előbb be kell bizonyítani, hogy nem káros. Tehát, hogy ez azért a gyermekek nem kísérleti nyulak, akiken kipróbáljuk, hogy na vajon mi lesz, hogyha pornóval letetjük őket. Ráadásul mondjuk az iskolapadban. Vagy anélkül. Ugye az UNICEF jelentés egy 19 EU tagországot érintő tanulmányra is hivatkozik, amely szerint a legtöbb gyermek, aki pornográf felvételekkel találkozott, sem felzaklatottnak, sem boldognak nem érezte magát azt követően. Magyarul itt a semlegesség talán a legjobb szó. De ezek a tanulmányok, ezek mennyire állják meg a helyüket szakmailag? Mert amikor pszichológusokkal beszélünk, gyakorló szülőkkel beszélünk, akkor meg teljesen mást hallunk tőlük. Tehát azért őtőlük meg mégiscsak azt halljuk, hogy a pornográf tartalmak kifejezetten károsak a gyermekekre nézve. Hát igen, én is ez utóbbit szoktam hallani leginkább. Meg nyilván az egész, tehát azért azt is lássuk be, hogy itt az európai országokról 19, most melyik volt az a 19, európai országokról van szó, és akik megkérdezték gyerekeket, vagy nézettek velük pornót, és utána megkérdezik, hogy érzed magad, vagy hány éves gyerekekről van szó, tehát hogy ezeket is érdemes lenne megvizsgálni, és azért az európai társadalmakban sokkal elterjedtebb az a fajta ábrázolásmód, hogyha már csak a reklámokra gondolunk, vagy az öltözködésre. Tehát nem egy arab ország vagyunk, és nem egy afrikai ország, ahol azért más a kultúra, hanem európai országokban próbálnak valamit kihozni ezekben a tanulmányokban, amit utána ráerőltetnek arab és afrikai országokra is. Tehát azért az ENSZ-ben nem az van, mint mondjuk Brüsszelben, hogy nyugat-európaiak diktálnak, és egyébként sajnos egyre inkább az van, hogy nyugat-európa diktál, és a többiek pedig elfogadják. Tehát, hogy problémás ez a dolog kulturálisan is nagyon, ez az egyik. A másik pedig az, hogy és hogyha kihozza a tanulmány, én nem gondolom, hogy egy szülőnek a szülői létét fölülírja, vagy a gyermeke első számú nevelői szerepét fölülírja egy olyan tanulmány, ami tapasztalatainkkal és más tanulmányokkal szemben igen-igen megkérdőjelezhető.
Ráadásul számomra azért is érdekes ez az egész UNICEF jelentés, mert azért tudjuk, hogy a pornográfia a legtöbb esetben tárgyiasítja a nőket, és sajnos sok esetben azért szorosan összefügg a gyermekek iránt irányuló szexuális bűncselekményekkel, többek között a pedofíliával is. Pont egy pár hónappal ezelőtt volt ugye egy nagy botrány, hogy kiderült, hogy az egyik legnagyobb internetes pornószolgáltató oldalán nagyon sok, de kifejezetten sok 18 éven aluli gyermek folytatott aktus is látható volt. Igen, és hogyha normalizálja ezt a fajta képi tartalmat, tehát hogy ne, azért azt ne higgyük, hogy amit a képernyőn látunk, az nem hat ránk. Hat, mindenkire hat, és a gyermekekre talán még jobban hat. Nem biztos, hogy el tudja különíteni a valóságot a képernyőn látottól, ráadásul nagyon erőszakos tartalmak is lehetnek benne. Tehát mondjuk, ha a nővédelemről beszélünk, vagy gyermekvédelemről beszélünk, akkor egyértelmű lenne az, hogy olyan tartalmakat, ami mögött nem is tudjuk, hogy ott mennyire volt beleegyezés, és jó szándék, és egyetértés abban, hogy ez történjen. Tehát az oldala is nagyon kérdéses, hogy milyen sorsok vannak ezek mögött, a tartalmak mögött. Tehát ez több sebből vérzik ez a történet, és erre azt mondani, hogy hát nem olyan nagy probléma, mint egyesek állítják, szerintem nagyon veszélyes. És pont, hogy a gyermekek érdekét szem előtt tartó szervezetnek sokkal kritikusabban kellene hozzáállnia ehhez. Ugyanakkor ez az UNICEF jelentés nem csak erről szól, hanem adatvédelmi dolgok is vannak benne, és a gyermekek védelme az online térben alapvetően a témája ennek, de nem olyan szigorú, mint mondjuk egy egészséges magyar szülő azt szigorúnak gondolná, vagy megfelelőnek gondolná. Tehát ugye a gyermekek érdeke az mindenek felett van, olyan értelemben, hogy mi szülők vagyunk az első számú nevelők, és nem pedig az internet. És a szülőket kellene segíteni abban, meg a családok egységét, meg a nők védelmét és a gyermekek védelmét, hogy ki milyen tartalommal találkozhat, vagy mit hogyan címkézzenek föl. Vagy például az is benne van, hogy be kell bizonyítania, hogy 18 éves elmúlt. Igen. Számos olyan dolog, ami egyébként dicséretes. Csak számomra az a nagyon furcsa, hogyha minden relatívvá válik, még az ilyen témákban is, amellyel kapcsolatban azért nem nagyon voltak viták korábban. Tehát azt azért, hogy mindenki elfogadta, hogy a pornográf tartalmakat 18 éven aluliak például ne nézzék. És most, hogy meg már tényleg minden relatívvá válik, akkor hol van a határ? Lesznek egyáltalán még bármilyen olyan közös minimumok, vagy közös alapvetések, amikben egyet lehet érteni, mert én azt is értem, hogy tényleg egyre inkább hasítanak bizonyos olyan ideológiák, amelyek ilyen ellentmondás nem tűrő módon próbálják meg megszerezni a hatalmat és az irányítást, de mindig meg tudok lepődni, tehát amikor már a magától értetődő dolgok sem magától értetődőek, az egy nagyon érdekes helyzet. Igen, de azért mutasson nekem, így egy kupacban, egy időpontban mondjuk 150-200 embert, aki ismeri az átfogó szexuális nevelés tartalmát, tehát azoknak az iránymutatásoknak, amit az ENSZ-ben ezek a szervezetek támogatnak, és nem tudom, hogy mindenki mindent elolvas, és látja-e, hogy mi van benne, ugye a méltóság.hu oldalon ott közzétettük, kimazsoláztuk azokat a részeket, amik tényleg nagyon kritikusak, ezeket a részeket megmutattuk nagyon liberális nyugat-európai ország delegációinak is, akik nem hitték el, hogy ez a tartalma. És úgy szavaznak, úgy támogatnak dolgokat, hogy nem hiszik el. Én szerintem konszenzus van még most is abban, hogy ez nem jó irány, hogy ez nem jó a gyerekeknek. Vannak ezekben a szervezetekben olyan emberek, akik viszont másik oldalt mozdítják. De akkor ők a szervezeten belül egy kisebbséget képviselnek, vagy valójában ilyen hát, az UNICEF, csak nem veszik észre még ezt sok esetben a nemzetközi szereplők sem? Hát én szerintem, én optimista vagyok, és inkább azt gondolom, hogy inkább az történik, hogy egy 55 oldalas felmérésben, vagy dokumentumban bele-bele fűznek olyan dolgokat, amire utána később hivatkozni lehet. Ugye, amikor az ENSZ-ben próbálunk valamit dolgozni, hogy lássák, az a munka nagy része, hogy nézzék már meg, hogy miről szavaznak, nézzék már meg, hogy ez mit jelent, nézzék meg azt, hogy mit jelent azok a kifejezések,
reproduktív egészség és jogok, ami mi van mögötte? Hogy valóban azt akarják, ami mögötte van? Ez az egyik, a másik pedig nyilván olyan irányok vannak, hogy jó, hát a reproduktív egészség, hát az azt jelenti, hogy mindenki egészséges gyermeket hozhasson világra. Messze nem ezt jelenti már. És teljesen mást jelent egy arab ország delegációjának, mint egy nyugat-európai ország delegációjának, és ugyanaz a szó. És megszavazzák, mondjuk, mert nem elég figyelmesek, és nem gondolják, hogy ez ennek, például nagyon tipikus ugye a gender szó jelentése, ez most Európában nagy vihart kavart végre, hogy rájöttünk, vagy, hogy egész egyszerűen nem jelenthet mást, mint amit eddig jelentett, férfit és nőt. Mert ha elkezd mást jelenteni, akkor itt a káosz. És akkor ugyanezt látjuk ebben is. Persze, a gyerekeket nevelni kell, a felelősségre, a családi életre, globálisan nézve, tehát holisztikus megközelítéssel, legyen az, hogy felelős párkapcsolatra neveljük őket. De hogyha mindezt a legnagyobb abortuszszolgáltató finanszírozza, és az ő definícióival van tele a dokumentum, akkor ez az abortusz irányába fogja tolni. Ahol pedig, ugye ez egy biznisz alapú dolog, minél több abortusz legyen, ahhoz minél több pici babának kellene fogadnia, minél több tinédzser terhességben, és nagyjából erről szól a dolog. Végezetül egy utolsó kérdés, hogy a nagy felháborodás miatt ugye azért ezt a szöveget levette részben az UNICEF, bár legalábbis a kulcsfontosságú állításokat, bár megtartották az eredeti jelentés álláspontját, de ugyanakkor azért mégis lehet látni, hogy ha nagy a felháborodás, akkor lépnek. Hogy érzi, van-e még a társadalomban immunitás? Van-e még a társadalomban olyan felháborodó erő, ami azért képes féken tartani ezeket az őrületeket? Hát a felháborodó erre, ez egy nagyon jó kifejezés, vagy az egészséges immunitás. Tehát, hogy azt mondta egyszer nekem valaki, hogy mi, akik ilyen ideológiai rendszerben éltünk, kommunizmus alatt be vagyunk oltva az ideológiák ellen, aztán azt mondta valaki, hogy magyar szerint, hogy nem igaz. Tehát, hogy van valamennyiféle védettség a normalitás felé, de... És minél több olyan civil szervezet van, akik hangot adnak ennek, annál inkább tud visszhangozni a társadalom, ahogy eddig és ne tovább. De én szerintem ez is el fog mondani, ráadásul, hogyha ezek a trendek megvalósulnak egy társadalomban, akkor a társadalom fog kimúlni. Tehát azért a korábbi szociológiai felmérések azt mutatják, hogy ahol annyira lelazulnak az erkölcsök, az a társadalom, nem, az a civilizáció nem megy tovább, nem létezik tovább 2-3 generáció alatt. Elmúlik a civilizáció. Emberek lesznek itt, de hogy a kultúrájukban nem lesz az a fajta lazaság, hogy én mondom meg, hogy férfi vagyok-e vagy nő, és nem pedig a biológiám, ez nem életképes hosszú távon. Csak most olyan időszakban élünk, ahol pont éppen kirobbanóban van ez. Frivalcki Edittel, az Emberi Méltóság Központ igazgatójával beszélgetünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.